Először az elmúlt heti mérkőzés érdeklődnék, ugye 2-0-ra kikapott a csapat az első helyezett Zsámbéktól. Úgy gondolom, hogy a mi munkát elvégeztünk, reális esélyünk volt Zsámbékon is a döntetlenre. Semmilyen nem mutatott arra, hogy esetleg gólt kapunk, de sajnos a koncentráció az első félidő végén és a második félidő végén nem megfelelő volt, és hát két kóborlabdából a Zsámbék betalált, így jogosan nyertek 2-0-ra. Még mindig kicsit gólképtelen a csapat, ugye Zsámbékon se rúgott gólt, hazai pályán a Komárom ellen sem sikerült gólt szerezni. Igen, ugye a téli felkészülés alatt akik jöttek játékosok, azokat próbáljuk beépíteni. Megmondom őszintén, a bizadalma megvan bennük, sajnos alacsonyabb osztályba jöttek, és még jelenleg ezt a színvonalat, ezt a iramot nem tudták felvenni. Én nagyon örülök a csapat hozzáállásának, illetve hát a gólhelyzetek kidolgozása tényleg jó volt. Hát gyakoroljuk, aztán remélem, hogy valamikor majd sikerülni fog. Menjünk oda! Mennyire tartottál a Komáromtól? Nem tartunk mi egy ellenfél sem. Én úgy gondolom, szervezettségbe föléjük nőttünk, és továbbra is ezt fogjuk képviselni, hogy egy biztos, stabil védekezésből a kombinatív, illetve hát a kontratámadásokat, attól függően, hogy milyen csapat, egy csatáros vagy három csatáros játékot fogunk játszani. Kiket tudsz ma kiemelni a saját csapatodból? Hát név szerint tulajdonképpen nem kell senkit. Én azt vettem észre, hogy valamennyiük átérezte azt a helyzetet, hogy nekünk pontra, pontokra van szükség. Mindenki a maga képességeit, én úgy gondolom, hogy kihozta magából. Hát név szerint Szabó Ricsi, Rózsahegyi Tamás, Földes Csabi, én úgy gondolom, hogy ők kimondottan jól játszottak. Mintha látnék egy jó csapatszellemet kialakulni. Úgy gondolom, hogy egységesek vagyunk, a csapatszellem talán erősödött, vagy erős, motiváltabbak is vagyunk, és ezáltal ugye már csak az eredmények hiányoznak, hogy ezek a jellemzők még jobban kijöjjenek a csapaton. Szeretnénk a közönséget is meggyőzni arról, hogy ez a mi csapatunk, és ez a csapat itt hétvégenként megpróbálja szórakoztatni ezt az 1-200 fős szurkolótábort. Mi lesz a következő mérkőzés? Tokodra megyünk, ahol hát nem tudom az ellenfél, nem is foglalkozom az ellenféle ilyen szempontból, szeretnénk a mi játékunkat játszani, a mi elképzelésünket, és igazodjanak hozzánk. Jó, na Hát van kilóra állítjátok az áhulóra, hogy szar a tájat itt is. Igaz, hogy nem is az állni, ne bolj meg a már. Tedd el egy bűt! Hanni, ne elrúgtál üllebb az. Menj,
Ez a csapat, hogy csak egy perc alé, akár egy öntelődésben, mert mennek oda, hogy...